Rendben, üdvözlök mindig Decentralized nice, Finance Hungary mai videójában. A mai videóban nem lesz másra szó, mint a biztonságról, a mai videóban nem lesz más szó, mint a csalásokról, különböző támadásokról, amiknek az áldozatául eshetsz, akkor, hogyha nem figyelsz oda. Mielőtt belagd a videóban, megköszönöm nektek azt, hogyha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel erre a csatornára. Illetve ha tetszik ez a videó, és szeretnéd azt, hogy ez többekhez jusson el, akkor dislike old, vagy like old ezt a videót, ezzel is segítve az algoritmust. Tehát itt Számunkra az a fontos, hogy minél több emberhez jusson el ez az információ, mert nagyon-nagyon sokan írtak rám az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, hogy megtörtént velük egy támadás, meghekkelték őket, ellopták a pénzeiket, ellopták a kriptóikat különböző weboldalakra csatlakoztatása után. Tehát itt ebben a videóban kifejteni lépésről lépésre azokat a különböző rafinált módszereket, amiket támadók használnak arra, hogy meglopjanak. És ezt nem szeretném hogy senkiben megtörténjen, mert ez bizony bizony olyan sebet tud ejteni az emberen, ami egy akkora tanuló pénz, amivel nem tud felállni. Tehát, hogy az ember tényleg összehodlöz rengeteg kriptót, kitartja őket bear bull marketeken keresztül, majd egy ilyen ostoba scam miatt elveszti őket, azokat nem szeretném látni. Tehát ez a videó pontosan erre készült, hogy titeket meg tudjon óvni az ilyen ostoba támadásoktól. Ha szeretném tőlem több tartalmat látni, és szeretném látni azt, hogy hol szoktam aktív lenni, akkor kifejezetten ajánlom a figyelmetbe a Decentralized Fire tagságját tagságért a Patreon oldalt, amely egyébként a Netflix után a másik legtrendibb feliratkozási program. Itt minden kedden szoktam tartani live-ot, illetve folyamatosan szoktam poszt vagy videó formájában informálni arról, hogy én mit csinálok, miket látok. Itt az elmúlt időszakban nagyon nehéz volt jó lehetőséget találni, de ennek ellenére voltak jó vásárlási lehetőségek, voltak jó projektek, amiben belenyúltunk. Ezen felül most ugye érkezik a Pulse Chain és a Pulse X nek az indulása, amiről kizárólag csak az én csatornámon van szó, illetve a Hexről. Ezeknek a részletesebb kifejtéseit szoktam ugye veletek megosztani, illetve az, hogy hogyan tudtak ezekre felkészülni. Tehát, hogyha szeretnétek tőlem tartalmat, látni, várj egy szeretettel itt. Most viszont ugorjunk is bele a videóba. Jó, akkor kezdjük is el a leges ugye, ugye nem lesz más a Metamask, illetve egyéb más kriptotárcáknak a seed wordjei, Ugye a seed word vagy a seed phrase, azok olyan szókombinációk, olyan szavaknak a sorozata, amik ahhoz szolgálnak, hogy a te tárcadat fel tudják nyitni. Most, amikor az ember ugye elkezd készíteni több tárcát, vagy akár csak az első kripto pénztárcáját, akkor hajlamos ezt lefotózni, illetve különböző screenshotokat készíteni erről azért, hogy megspórolja magának az időt, és minden előbb aktiválni tudja a tárcát, hiszen benne van az az indulat, hogy meg szeretné végre nyitni a tárcait. Itt most mindig szoktam ajánlani azt, hogy az ember leírja ezt egy papírra, és ezeket a seed word ezeket a seed phrase semmiképpen sem tárolja digitális úton, módon, semmiféle dokumentumban, vagy Word dokumentumban, vagy Excelben, vagy zárt nem egyszerűen ne legyen a kompjútereden, legyen szépen rajta a papíron, és még a telefonot, kameráját se vidd el fölötte, véletlenül tehát tényleg ennyire legyél óvatos, mert higgyétek el, hogy a seed phrase az a legeslegfontosabb e, hozzáférési eszköze a tárcának, tehát ezeket ne adjátok ki senkinek. Másik leggyakoribb e, hiba ilyenkor ugye az az, hogy ha összekötöd magad egy oldalral, és esetleg egy rossz linkre kattintottál, akkor egy legöld egy ablak, amiben Elkéri tőled azt a 12-24 szavas seed word kombinációt, amit ugye a tárcád fog igényelni. Tehát ezeket arra használják kimondottan, hogy el tudják tőled lopni ezeket a rafinált módon. Tehát ezeket sose tölts ki, nem lesz olyan oldal, ami ezekre a szavakra e, fog igényt tartani. Tehát hogyha ilyet látsz, akkor azonnal zárd be az oldalt, menekülj onnan. Másik nagyon-nagyon fontos dolog. Mikor ott hagyod a számítógépedet, össze vagy kötve egy oldallal, esetleg kimész, és azt hiszed, hogy ha kimész és eltávolodsz e, a gépedtől, nem használod a gépedet, akkor attól függetlenül a tárcád nyitva maradt. Tehát itt ajánlom mindenkinek azt, hogy lokkolja a tárcáit, akkor mikor ugye elhagyja a számítógépét, vagy nem foglalkozik vele, vagy egy egyszerűen csak nyitva hagyja a krómot, vagy bármilyen más böngészőt, zárjátok be mindig a tárcátokat, sose hagyjátok nyitva, és mindjárt beszélünk a továbbiakról, amiket mindenképpen tartsatok be. Jó, miután ezt letudtuk, akkor nézzük meg, mi a másik leggyakoribb hiba, amit ugye egy kezdő el szokott követni. Itt beszélünk az olyan oldalakról, amikkel ugye összeköti magát az ember non-stop, tehát ugye elsősorban egyetlen egy tárcát használ, rendben, akkor ezen az egy tárcán elhelyezte az összes pénzét, amivel szeretne ugye további DeFi-ban lévő mozgásokat végrehajtani. Most egyébként, hogyha nem érteni, hogy miről beszélek, és szeretnél többet megtanulni a decentralizált hálózatról, és szeretnél elmélyülni a DeFi világában, akkor vele téged szeretetét a Decentralized Finance Hungary oktató videójában, ahol téged nulláról százra fel tudlak hozni kriptóban, és ehhez egy tökéletes kiegészítő anyag egyébként ez az e-book, ami minden olyan kifejezést és fogalmat tartalmaz, amivel tényleg azt gondolom, hogy biztonsággal fogsz tudni mozogni a decentralizált pénzügyek világában. Jó, akkor beszéljünk is az első és legfontosabb támadásra, ami a leggyakoribb, ez nem lesz más, mint a phishing attack. A phishing attack, ugye az azt jelenti, hogy az emberek megpróbálják kihalászni a zsebedből a pénztárcádat, illetve azokat a kódokat, amivel a pénztárcádat hozzá tudnak férni. Tehát amint uh, ők birtokolják a private key-et, ezeket a seed phrase ezeket a jelszavakat, akkor ez a tárca onnantól kezdve már nem a tiéd, tehát ezt tudnotok kell. Itt ugye a szoftverekkel a másodpercek töredék alatt le tudják szipolyozni a tárcádat. Tulajdonképpen ezt úgy lehet elképzelni, mintha egy tolvaj találni egy pénztárcát, kiszedni a pénzeket és eldobná utána. És ugye onnantól kezdve lehetséges még, hogy egy adatbázisban tárolva figyeli a tárcádat, hogyha jön egy a airdrop vagy bármi más, akkor azokat azonnal le tudja szívni. Tehát itt erre kérlek szépen nagyon-nagyon figyeljetek oda, hogy először is több tárcát használjatok, illetve a következő dolgokra figyeltek oda. Ez nem lesz más, mint, vagy ezek a dolgok nem lesznek mások, mint az olyan e-mailek, amiket ugye hátrahagyva valamilyen whitelisten esetleg megadsz, vagy ö, olyan websájtok, amivel ugye összekötöd magad. Ezek mind-mind lehetnek néha-néha fék weboldalak, tehát ugye kamu weboldalak, tehát amire mindenképpen figyelj oda, hogyha jön egy e-mail, Jön egy megkeresés Discordon, Telegramon vagy bárhol, és ott olyan linkeket próbálnak veled megnyitatni, amiket ugye nem ismersz, vagy lehet, hogy nem vagy benne biztos, hogy ez micsoda, akkor mindig gondolkodj kétszer, illetve legyen erre egy külön pénztárcad, amit csak arra használsz, hogy ilyen decentralizált hálózatokon lévő projektekben veszel részt. Tehát a nagy tároló pénztárcadat soha ne használ DeFi-ra azért, mert ha ezt ellopják, akkor ugye az összes tartalékodat elfogják lopni. Tehát ugye, ugye beszéltünk PDF fájlokról, beszéltünk e-mail linkekről, beszéltünk különböző weboldalakról, amiről össze kell magad kötni, és milyen leggyakoribb átverési módszer itt. Itt ugye a kezdőket úgy próbálják behúzni, hogy azokat a szavakat, azokat a kifejezéseket használják, amik ugye mindenkit érdekel. Free money, airdrop. Ugye milyen airdropot kaphatsz, hogyha tartasz egy coin -t. Hogyha kapsz egy... Hogy, hogy kaphatsz egy csomó coin-t, hogyha tartasz egy NFT-t akkor közd meg össze ezzel az oldallal, claimeld ezeket az oldalakon lévő coinokat, mert ezek a te coinjaid, ezeket neked hoztuk, airdrop. És ugye az ember ilyenkor mit csinál, ha nem is gondolkozik kétszer, azonnal ugrik, már nézi, azonnal klémeni, minden aláír, és mikor ugye a kis metamaszban legördül az a kis confirm gombocska, ez az approve gombocska, akkor ott bizony el lehetnek rejtve apró betűs részben, mint a kifinomult szerződésekben, ugye, amiket az emberek aláíratnak, a kint a világban is, tehát nagyon-nagyon figyeltek oda akkor is, amikor a való életben aláírtok valamit, mert sajnos nagyon-nagyon gyakori az ilyen átverés, jó? Tehát itt ugye olyan approve tudsz megadni, ahol például unlimited spendeket, tehát végtelen költési engedélyt adsz az adott oldalnak. Tehát ezeket úgy kell elképzelnünk, mint hogyha gyorsan leíratnak veled valamit, majd te utána rájössz, hogy igazából átvertek, fel szeretném mondani, de azt fogják mutatni, hogy nem, nem, hát ő maga itt aláírta. Tehát kérem, kérem álljon is akkor ehhez. Tehát is akkor ilyenkor, amikor apró volt az ember a tárcájával, akkor már kezdődik is a kiürítés a tárcádnak, és akkor az ember ott áll, hogy jaj, 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 ellopták a pénzemet. Jó, következő, <coughs> másik, amire nagyon-nagyon figyeltek oda, hogyha jönnek e-mailek, jön egy e-mail, feltétlenül valamilyen nagyszerű befektetési ajánlattal, akkor mindig nézzétek meg azt, hogy melyik e-mail domainra jön. Tehát ugye általában a csalók most ezt a Zuhu mailt használják, és nyilvánvalóan itt ne kattintsatok semmiféle linkre, semmire ne kattintsatok. Tehát az átverési felületek, illetve az átverési felületek kialakításában nagyon-nagyon durván elterjedt, a másik leggyakoribb az a Discord, illetve a Telegram linkeknek a megnyitása. Tehát itt ugye figyelnünk kell arra, hogyha beleírunk egy Discord szerveren lévő beszélgetésbe, vagy segítséget próbálunk kérni egy Telegram csoportban bárhol, akkor ott különböző szkemmerek figyelnek arra, hogy ki tudnak segíteni, és nyilvánvalóan akkor adminnak adják ki magukat, és ráírnak direkt direct message-ben. Tehát első és legfontosabb, soha senki nem fog téged direct message-en elérni, anélkül, hogy az official Telegram csoportban rádírna. És ott is mindig figyeljetek meg azt, hogy ha az official Telegram csoportban vagy Discord csoportban rádír, akkor az tényleg egy valaki abban a csoportban, és nem pedig egy scammer. Tehát ugye a scammer nyilvánvalóan rád fognak kérni, hogy ő egyébként egy admin, és akkor kérlek, add meg ezeket a kódokat, és egyből fogja kérni a private key-t, és ugye nagyon sok ember a számok törvény alapján sajnos meg fogja adni ezeket a private key másik, másik leggyakrabb támadási felület az nem lesz más, mint a számítógépeden lévő malvéreknek az telepítése és ezeknek a trackelési mechanizmusai. Tehát ugye én akkor azt történik, hogyha esetleg egy phishing-eteknél letöltesz valamit, egy PDF fájlt abban el lehetnek rejtve olyan malvérek, tehát olyan vírusok, amik ugye a gépeden szépen beágyazódnak, és folyamatosan figyelik a te aktivitásodat, legyen az az interneten, legyen az, amit beírsz, legyen az akár akár hangrögzítés vagy videorögzítés. Tehát itt ugye arra kell kifejezetten figyelnünk, hogy ne töltsünk le nyilvánvalóan semmit és ezért is van az, hogy ha private key-et fogja próbálni keresni, tehát ezek a malvérek olyan ö, utasításokat kapnak, vagy olyan ö, helyeket próbálnak felkutatni, ahol különböző screenshotok -ok lehetnek, amin ugye nyilvánvalóan szintén megint mondtam a private key, illetve a seed word vannak elmentve, tehát ezért mondtam nektek, hogy soha ne tároljátok ezeket semmiféle digitális úton mondom, csak is, csak is papírra. Rendben ezen kívül még kiszeretnék térni az egyik leggyakoribb scamre, ami nem más, mint a YouTube-okon lévő kamu livestreamek, amik ugye hírességet használnak fel, tudományos beszélgetéseket használnak fel régebről, és úgy próbálják magukat eladni, hogy join the event, klik, kattints rá arra a weboldalra, vagy menj rá arra a weboldalra, amit ugye megadnak, majd jöhet fognak kérni tőled, hogy küldj oda egy eterromot, és ők visszaküldenek kettőt. Küldj oda 25 ezer sibainót, és ők visszaküldenek 50 ezer. te küldj mindig először valamennyit, és majd ők fognak ugye visszaküldeni pénzt és ezeket ugye a skemeket különböző hírességekkel próbálják ugye elhitetni, vagyis eladni a, fiatal kezdő nézőknek, akik ugye nyilvánvalóan shitcoinokban érdekeltek, tehát itt kifejezetten a Shiba Inukat fogják használni, a Dogecoinokat, illetve felfelé használni Elon Muskot, és sok-sok más hírességet, akik ugye aktívak ebben a szektorban. Tehát ezekre mindenképpen figyeljetek oda, ne dőljetek be, mert sajnos hallottam, hogy még mindig a mai napig áldozatául nézőim ezeknek a hihetetlen szkemeknek is. Az egyik leggyakoribb támadási felület még az a Discord szerver lesz, tehát ugye pontosan tudjuk, hogy a kriptok világában különböző projekt Discord szervereken szoktak kommunikálni a communityvel, tehát a közösségükkel, a Twitteren kívül természetesen, és ugye itt ö, megtörtént az, hogyha nem kapcsolod ki azt, hogy direct message-en el tudjon téged valaki érni, magyarul csak azt tudjon téged elérni, aki ö, a barátod, tehát ugye friend request-et küldött neked, akkor sajnos megtörténhet az, hogy olyan támadók próbálnak téged megtalálni, akik az adott Discord szervet egyben le tudják másolni, tehát a kinézetét le tudják másolni, illetve a szobákat, és így egy olyan hihetőnek tűnő történetet fognak előállni, hogy most csak nektek, csak most, akik részt vettek egy NFT-ben, akik részt vettek egy Priscilla-ben, megkaphatják azt a privilégiumot hogy összekötödik magukat ezzel az oldal ami egy egyben úgy fog kinézni, mint például az adidas volt, és klémelhetnek valamilyen airdropot, valamilyen NFT-t sokkal olcsóbban. És bizony-bizony ez nagyon gyakori probléma szokott lenni, mert itt is ugye összekötöd magad a tárcával, ugye az oldalt összekötöd a tárcával, plusz klémelsz, tehát adsz egy utasítást, és ott nem te kapsz meg coin hanem ők kiszedik az ethereum vagy bármilyen coin a tárcádból, amit ugye ők el tudnak érni. Tehát itt figyeljetek kélek szépen nagyon oda, mert utána, miután látjátok azt, hogy itt milyen probléma megtörtént, akkor ugye megengedtétek az approval azt, hogy ez az oldal hozzáférjen a tárcátokhoz. Jó, akkor nézzük is meg, hogy milyen megoldási lehetőséget tudunk találni arra, hogy hogyan tudjuk megtisztítani a tárcainkat az esetleges eddigi nyomainktól, amiket hagytunk kint a decentralizált hálózaton, illetve hogyan fogjuk tudni leválasztani az oldalakat ugye a tárcánkról. Én most a Metamaskot fogom nektek, mint példa használni. Természetesen van több más tárca is, ami különböző más hálózatokon fut, mint például a Phantom Wallet Solana, mint például a Terra Station Terra hálózaton, illetve Eternal cardano on vagy Nami Wallet szintén cardano tehát mindenféle blokkláncnak külön tárcája lehet, de én azt gondolom, hogy itt a leggyakoribb az az Ethereum, a kompatibilis blokkláncok használatának lesz, és azért hozom nektek most itt például a Metamaskot, amit ha most megnyitunk, akkor meg is tudjátok nézni azt, hogy a Connected Sites-nál itt ö, a oldalakat le tudja az ember ugye választgatni, ezzel is megtisztítva magát a tárcát, tehát nincs összekötve azzal az oldalon, amit ha például meghekkelnek, akkor az ott rácsatlakoztatott tárcákat nagy valószínűséggel meg tudják támadni a támadók. Mutatok nektek pár érdekességet, hogy hogyan tudjátok ugye felbontani a régi szerződéseiteket, amit a tárcával írtatok alá. Tehát itt olyan ö, megoldásokat fogunk találni, amivel ugye az ethereum a kompatibilis láncokon lévő a próvalokat meg tudjátok szüntetni, ez ugyanolyan, mint hogyha volna egy szerződést, viszont most meggondolnátok magatokat és egyszerűen fellebbeznétek, nem szeretném ezt a szerződést tovább az én aláírásommal ellátni, tehát itt nagyon gyorsan rámegyünk a rugdogwiki ami nagyon jó e, szupportív oldal és kimondottan kezdőknek szól. És itt ugye rákapjuk az app.unrack.net-re, ahol is, hogyha összekötöm magam a tárcámmal, akkor ki is fogja nekem adni a unreact.app, hogy milyen oldalakon hagytam nyomokat, hogy milyen oldalaknak engedtem azt, hogy hozzáférjen a tárcáimhoz. Amit, e, hogyha összekötünk a tárcánkkal, akkor olyan lehetőséget fog adni, ahol revokolni tudunk különböző okos szerződéseket, különböző approvalokat, token approvalokat, és itt szépen-szépen egyesével ki lehet ezeket iktatni. Tehát a revoke gombra kattintva meg lehet azt tenni, hogy ezeket az a tárcákat, ezeket a approvalokat az ember egyszerűen csak elutasítja. Ugye Ethereum hálózaton ez nyilvánvalóan kicsit drágább buli lesz, mint mondjuk a BSC láncon vagy egyéb más hálózaton, tehát ugye nekünk itt különböző hálózatok lesznek, amiken különböző a próvalokat hajtottunk végre a múltban. Tehát ezért mondom nektek azt, hogy a DeFi tárcátokkal mindig külön mozogjatok, mint azzal a tárcával, amivel ugye nagy tárolási tartalékokat építetek. Tehát ugye olyan hodl pozíciókat ne a DeFi tárcátokban tároljátok. Tehát én például, ha megnézitek, akkor különböző ledgereket is használok, és ugye itt van nekem például az, hogy van egy ledgerem, illetve különböző más account ami ezzel van összekötve. De természetesen több Metamask is ajánlott használatra, tehát itt mindig figyeljetek arra oda, hogy ne egy tárcát, ne egy zsákba tartsátok a pénzeteket, magyarul ez a lényeg itt. Jó, oké, okay. tehát a Revoke App.unreact-en tudjátok revokálni a kontrakteket, különböző approvalokat. Más érdekesség az ugye, az nem lesz más, mint a VPN-eknek a használata. Tehát ugye a VPN-ek használata kifejezetten fontos lesz akkor, hogyha el szeretném élni a decentralizált hálózatban, illetve a kriptók világában, és ugye elég aktív részvevője szeretné lenni a közösségeknek, különböző oldalaknak, különböző protokolloknak, akkor érdemes lesz mindenképpen figyelni arra, hogy a te saját privacy-t a privát szféred, ugye biztonságban legyen, ezért ajánlom azt, hogy tényleg használjátok a VPN-eket, ne tudjanak titeket lekövetni, trekkelni, ne tudják azt látni, hogy éppen most hol tartózkodtok, illetve honnan nyitjátok meg az adott oldalakat, tehát én a linkeket a VPN-ekhez hagytam a videó alatt, ezeknek a használatáról különböző más YouTube videóban is tudok értesülni, de ami és első és legfontosabb az az, hogy ne hagyjátok magatokat meglopni, ne hagyjátok magatokat átverni különböző rafinált skemek által, tehát itt azt látom, ahogy megyünk előre az időben, nagyon-nagyon sokoldalú rafinált skem lesz, és rengeteg bear market, bull marketon fogsz keresztül menni, ahol sajnos a kinkeservesen össze hodlözött kriptoidat nem szeretném azt, hogy ellopják. Rendben, köszönöm szépen nektek a figyelmet, vigyázzatok magatokra kint a kriptók világában, következő videóban fogunk találkozni, legyen szép napotok, sziasztok!